Utcazene szól mindenhol tatán. Július 27-től 29-ig tartják városunkban az első tatai utcazene és művészeti fesztivált. A három nap során öt színpadon szórakoztatják az érdeklődőket a fellépők. A kastélytéren felállított pódiumon a könnyűzenei élet legjobbjai koncerteznek, míg a kisebb színpadokon az amatőr zenekarok mutatkozhatnak be. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az Edda, a Kis Csillag, Péter Fibori megtisztelte a fesztiválunkat jelenlétével, hiszen rengeteg felkérést kapnak. Ugye a Tankcsapda, kicsikét félnek tőle, de csodás műsort adnak, megígérték. Boldogok vagyunk azért, hogy a gyerekeket, tehát a fiatalokat is tulajdonképpen szórakoztatni tudjuk. Elfogadta Halász Jutka a felkérésünket, ő egész nyáron Fiana Amerikában van, két hétig tartózkodik is itthon, és pont beleesik ez a szombat, és elvállalta azt, hogy fellép és nagy koncertet ad itt a kastélytéren. Ugye egy gyönyörű színhelyen vagyunk, ahol valóban szólhat a zene, hiszen ott van a kastély, az Eszterházi örökség, amit folytatnunk kell. Természetesen a fiatalokról sem feledkezünk meg, hiszen a belvárosban egy kis színpad lesz felállítva, ahol egy és öt között bemutathatják kis művészetüket. Mind a négy színpad előtt egy kis urna lesz. Ebbe pénzadományt dobhatnak azok, akik ott nyilván hallgatják a zenéjüket. Így fogjuk mérni, hogy ki az, aki legjobban játszik, nyilván az kapja a legnagyobb támogatást. Kell beszélnünk arról, hogy a képzőművészet is megjelenik. Kammer Lór, Kovács László művész, kortárs művész és Kövesdi Mónika szervezésében egy olyan kiállítást fognak rendezni a kastélyban, minden termét kinyitják, és eddig nagyon büszkén 14 fiatal kortárs művész jelentkezett erre, akik képeikkel, megjelenésükkel még értékesebbé teszik ezt a fesztivált. A szervezők vállalták, hogy odafigyelnek, és nagyon, nagyon különleges szervezést biztosítanak ahhoz, hogy mindenkinek megfeleljen. Mi pedig majd az első fesztivál után tudunk nyilatkozni, hogy vajon a város hogyan fogadta, lesz-e belőle hagyomány, vagy pedig nem ezt a fajta művészetet igénylik a tataiak, hiszen mi tudjuk, hogy ugyan gyerekbarát város vagyunk, de nem minden a gyerekeké, és nem minden a fiataloké, de valahogy a köztes hangulatot mégis meg kell találni, és az együttműködésben mégiscsak lehetőségeket kell keresni, úgyhogy mi reménykedve várjuk, és meglátjuk, hogy fogadja Tata. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Ponts-Danubí, Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponts-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.